Sok szeretettel köszöntöm kedves nézőinket a Régió Plusz Televízió térségi közéleti magazinjának 61. adásában. Mai műsorunk témái: szolgálni és közösséget építeni. Megismerhetik Karta a közelmúltban beiktatott plébánosát. Csodálatos gyógyulások. Kovács Magyar András alternatív gyógyító újonnan megjelent könyvéről és nemzetközi előadás sorozatának aszódi és gödölői állomásáról mesél. Az eredeti stílus visszaállítása. Befejeződött a Baggi Szent András templom felújítása. Ellátogattunk Szadára, a Margita idősek otthonának szüreti ünnepségére, ahol Csepregi Évával találkoztunk. Tartsanak velünk! Most, amikor ide van készítve József atyának az apáti ruhája, amit annak idején Lukács József atyának nem tudtam már így ünnepélyesen átadni, megint a beöltözködésnek a gondolatát szeretném kihangsúlyozni. Ez az apáti ruha, ez annyit jelent, hogy elöljáróként van itt köztetek. A papi ruha is ezt jelenti, a reverenda. De ez az apáti ruha, ez még inkább hangsúlyozza azt, hogy felelős elöljárótokként van itt köztetek. Szent Péter apostol az első levelében írja szó szerint, amikor az elöljárókhoz szól, hogy az ti elöljárók, mint magam is elöljáró, viseljétek gondját Isten nyájának. Ezekkel a gondolatokkal kezdte meg az ünnepi beiktatás dr. Bér Miklós váci megyés püspök. Szeptember elején ugyanis Karttal hivatalosan is új plébánost kapott. A püspök áldását adta az új lelkipásztor munkájára, amelyet ez év márciusában szomorú kötelességből elődje Lukács József atya halálának kapcsán vállalt el. Tamási Józsefet eddigi munkájának elismeréseként a püspök apáti címmel tüntette ki. Az egyház közösség 11 új taggal is bővült. Karttal életében egyébként először keresztelt a templomban a váci püspök. Zente Barnabáns, én téged megkeresztellek az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Titeket mindnyájatokat arra kérlek, hogy lelkipásztorotoknak most már az apáti címmel felruházott Tamási József plébános úrnak legyetek munkatársai, és együtt öltözködjetek be valamennyien lélekben, szívben, Krisztus életébe, hogy Krisztus képviselőiként lehessetek itt ebben a világban. Ezzel a kéréssel fordult a hívekhez a püspök, és adta át a lelki pásztori szolgálatot József atyának. Majd megszentelte az apáti ruhát. A püspök örömét fejezte ki, hogy az egyház közösség új tagokkal bővült. Ez a mai ünnep itt Karttalon tényleg egy sokszoros ünnep volt. Ünnepélyesen most mutattam be az egyházközségnek Tamási József plébános urat, akinek az eddigi munkássága elismeréséül az apáti címet is adományoztam. Ugyanakkor hát egy felemelő élmény volt a mai keresztelő. 11 kis gyermeket kereszteltünk meg ebben a mai szentmisében, és hát ez azt hiszem, hogy magától értetődő, hogy számomra, püspök számára ez a nagy öröm, az új nemzedékkel való találkozás, együtt látni a családokat, ezeket a kedves gyermeket vállaló fiatal szülőket, családokat, de hát ez tényleg egy nagy öröm. De hát azt hiszem, hogy az is az örömeimhöz tartozik, hogy zsúfolt templom van itt hétről hétre Karttalon. Egy olyan egyházhoz hű közösség él itt, az előző papjaiknak a hűséges szolgálata nyomán, ami természetesen megint csak büszkeséggel tölt el, és reménységgel. A község új plébánosa is mindenek előtt méltatta az aktív közösségi életet, majd kifejtette, milyen területen gondol apróbb változtatásokra.
sok helységhez képest ez egy fantasztikus hely, hisz azért itt a lakosok legalább 10%-a jár rendszeresen templomba, és az általános iskolásoknak több mint 50%-a hittanos. Mégis azt kell, hogy kitapogassam, hogy hol vannak olyan pontjai ennek az egyházközségnek, amit még lehet tovább csiszolni. Például elsősorban a kulturális rendezvényeket látom ilyen lehetőségnek, amelyen keresztül esetleg azokat is meg tudom szólítani, akik nem járnak templomba. Akár tudósok, akár művészek meghívásával szeretném kívánni ennek a 6500 lakosú Kartalnak, hogy sok-sok érdekes programban legyen részük, a művelődési házban is, ha ott is van rá lehetőség, de az nem az én részem, a templomban mindenképpen. Tehát a szakrális események, cselekedetek mellett ilyen nem közvetlenül szakrális eseményeket szeretnék behozni a templomba. A közösségépítés egyik eszköze a zsinat is. Október 11-én kezdődött meg a Váci Egyházmegye zsinata, mondta el a püspök atya a Szent Mise alkalmával. A papokból és világiakból álló tanácsadó testület munkája az egyházmegye püspökének nyújt segítséget. A zsinat akár 3 évig is tarthat, és terveik szerint gyakorlati témákat tárgyalnak majd meg. 3 év múlva pedig egy plenáris ülés keretében megalkotják az egyházmegyére vonatkozó irányelveket. Már hosszú idő óta fontolgatjuk, papjainkkal beszélgetünk erről, hogy a gyorsan változó világban mi át kell, hogy gondoljuk, felül kell vizsgálnunk a magatartásunkat, a gyakorlatunkat, és föl kell tennünk a kérdést, hogy a Jóisten tényleg mit vár tőlünk? Ezt várja-e, ahogy mi emberileg elgondoljuk? És most adódott ez a nagyszerű alkalom, a II. Vatikán zsinat megnyitásának az 50. évfordulója, amit a mostani Szentatyánk 16. Benedek pápa a hit éve megnyitásául is választott. Tehát elkezdjük ezt a zsinatot, és terveim szerint ez egy 3-4 éves folyamat lesz. Fél évenként egy-egy témát tűztünk ki magunk elé, összesen 10 témakört választottunk, ennek a előkészítő bizottságait már felállítottuk, és hát azt hiszem, hogy ilyen még az egyházmegyénk életében nem volt, hogy az internet segítségével is tudjuk ezt a zsinatot megtartani. Egy külön zsinati honlapot nyitottunk, ahol hát egy interaktív együttműködéssel gondolom, hogy mindenki megszólalhat, mindenki hozzáteheti az ő gondolatait, az ő meglátásait, az ő szándékait. A zsinat első és egyben központi témája az új evangelizáció tudatosítása. Legfontosabb kérdése, hogyan tud az egyház a mai társadalomban úgy megszólalni, hogy környezete számára az evangélium érthető és elérhető legyen. Ez az evangelizáció óriási feladat, fiatalokkal foglalkozni, a szentírással foglalkozni, az ünnepeinket megismertetni még jobban az emberekkel, hogy érezzék azt, hogy úgy van, ahogy a szentírás mondja, hogy boldog az az ember, aki tud ünnepelni, de sajnos sokszor már nem tudjuk, hogy mi is az, hogy ünnep. Az ünnepi szentmise végén a hívek és a polgármester nevében Vaskó János, az egyházközösség világi elnöke Szent Bernát szavaival köszöntötte az újonnan kinevezett apátot. Csak égni felesleges, csak világítani hiába valóság, de égni és világítani ez a tökéletesség. Tudjuk, hogy senki sem tökéletes, csak a mi mennyei atyánk, de mi azt kívánjuk, és azért imádkozunk, hogy sokáig élj, sokáig égj világítva közöttünk. Néhány hónap elteltével úgy tűnik, meghallgatott az imádság, és nagyon hamar új pásztora lett a kartali híveknek. Tamás József atya pedig nem csak előjárója, hanem a közösség tagja és építője is lett.
közel 400 ezer ember gyógyított meg, 20 éven keresztül napi 100-120 beteget kezelt, járt már minden kontinensen előadást tartani. A gyógyítás mellett tanít, célja a magyarok jó hírnevének terjesztése és a magyarság őstörténetének kutatása. Megtanult kommunikálni a szellemvilággal, nemzetközi előadássorozatán pedig a történelem titkaiba is beavatja hallgatóit, valamint arról is beszél, mik mozgatják Európa történelmét. Titkok, igazságok, csodálatos gyógyulások és 40 ezer tanítvány világszerte. Ebben a hónapban legújabb könyvét Aszódon és Gödöllőn is bemutatja a közönség számára. Kovács Magyar Andrással többek között erről is beszélgetett Szabadi Mónika. Szeretettel köszöntöm, és köszöntöm a kedves nézőket is. 25 évvel ezelőtt gyógyító emberként ismertek meg. Talán a világon először tapasztaltak meg olyat az emberek, hogy műtét nélkül meg tudtak gyógyulni gerincsérpből, gerincferdülésből, luttalból. Addig ismeretlen volt ez a fogalom. Magam úgy lettem csontrakó ember, hogy nagyon sok problémám volt, és megkerestem olyan egyszerű embereket, akiknek több volt a kisujjában meg a térde kalácsában, mint az én több diplomás fejembe. Megfigyeltem őket keleten, nyugaton, Tájföldön, Indiába, Dél-Amerikába, Ausztrália, aboriginál indiánjait, és az ő általuk képviselt dolgokat összeraktam, szintetizáltam, és ha lehet azt mondani, egy kis magyar virtussal ötvöztem. Aztán olyan emberek is jöttek hozzám, akiknek nem gerinc problémájuk volt, vagy nyakmerevedésük, hanem rosszul hallottak, rosszul láttak, és nagyon érdekes volt, szinte ők provokálták ki, hogy tegyem rá a kezem a szemükre, vagy a fülükre, és mondtam, hogy hát én ehhez nem értek, de Kovács úr, a béna fiamat is maga állította talpra, akkor magának ez gyerekjáték lesz. Talán én lepődtem meg legjobban, amikor egy fogorvos hölgy édesanyját elhozta, 3 éve vak volt, és kezelés után újságot olvasott. Aztán süket emberek jöttek hozzám. Volt olyan nap, hogy 320 süket ember gyűlt össze a budapesti kongresszusi központba, és 286-an visszanyerték a hallásukat. Televízió, társaságok, újságok voltak kint megörökíteni ezt. Aztán tanítottam mindezeket, és kerestem, hogy vajon mi az az erő, ami a tanítóim, az általam nagyon tisztelt emberek kezébe is ott volt, csak nem hozott ekkora eredményt. Nem tudtam más találni, mint magát azt, hogy egy magyar virtussal, egy magyar tudatossággal csináltam mindazt, hiszen szinte semmi más különbség nem volt közötte. De az, hogy mit jelent magyarnak lenni, bizony nagyon sokáig kellett, hogy kutassam. Több rádió társaságnál műsoraink voltak az őstörténet kutatásról, ezelőtt 20 évvel. Szinte senki nem beszélt még akkor, mit jelent az, hogy magyar őstörténet. Egész pontosan a magyaroknak az a történelme, amiről mélyen hallgat a hivatalos tudomány. Tudnak róla, csak hallgatnak. Vizsgálódtam a történelem területén, és vizsgálódtam a hit területén. Milyen hit működött az emberekbe? A hit egy nagyon különös szó, sokan azt hiszik, hogy egy hiszékenységről van szó. De a hit görögül, a pistis nevű szó, az annyit jelent, hogy szellemi látásmód. Magyarul, aki hisz, annak van egy szellemi látásmódja. Elkezdtem kutatni a magyar őstörténetbe, hogy kik voltak azok, akik szellemben láttak. És itt találkoztam Szent Margit szellemével, Szent László, Szent István, Mátyás szellemével, akik gyógyítottak, tanítottak, és egy különös tudatosságot képviseltek a magyarság életébe. Az ő képviselőjük volt később Széchenyi is, jó néhány írónk, Makkai, hogy legközelebbi múltba menjek vissza.
És ezekből a tanításokból igyekeztem összerakni egy olyan dolgot, ami nem csak rácsodálkozunk, hanem működésbe hoztam ezt az erőt. Nem csak legendáztam, hanem fölismertettem sokakban ezt a tudatosságot, ezt a hitet, a magyar hitet. Évekig gyógyítottam, 400 000 ember fordult meg a kezeim között, hogyha lehet ezt így fogalmazni. Napi 100-120 emberrel találkoztam, szombat, vasárnap, reggel 6-tól, este 10-ig, 11-ig, éjfélig. Nincs olyan kontinens, ahol ne tartottam volna még több száz, több ezer ember előtt előadásokat. Gyógyítottam, tanítottam, vittem a magyarok jó hírét, és néhány évvel ezelőtt, egész pontosan 8 évvel ezelőtt, az a sok szellemi segítség, ami jött addig láthatatlanul, hallhatatlanul, egy doktor Licsek Ákos nevű úriember összekötött a szellemvilággal, megmutatta nekem, hogyan lehet kommunikálni velük, hogyan lehet beszélni velük. 8 éve beszélek a szellemvilággal. Ezt a mai nyelven médiumitásnak mondják. Több mint 70 filmet készítettem, könyveket írtam, és tanulok a szellemvilágtól, és amire tanítanak, azokról beszélek az embereknek. A mai előadás egy picike részébe fogok szólni arról, hogy ki is voltam, mi is voltam 20 évig. A hitelességemet, hogy lehessen úgy mondani, én az eredményeimmel értem el, azzal, amit megcselekedtem. Nagyon különös, hogy én nem vagyok római katolikus ember, de az egyik legnagyobb elismerést éppen a római pápától kaptam, amikor gyógyításért nekem kiállított egy áldást, egy hivatalos okiratot, amiért gyógyíthatatlan bíborosokat, püspököket gyógyítottam meg. Amerikába, Ausztráliába, Európába. Aztán nagyon szeretnék beszélni a titkos történelemről. Mit nem mondtak el az embereknek? Nem arról van szó a történelemben, hogy bárki is hazudik, hanem arról, hogy nem mondanak el dolgokat. És amiről nem beszélünk, az olyan, mintha nem is lenne. Nagyon különös dolgok mozgatják Európa történelmét. Nem csak Magyarországról fogok beszélni, mert mi egy pici pontocska vagyunk. De nagyon sokszor ez a pontocska határozta meg Európa életét, és nagyon sokszor Európa hatott erre a pontocskára. Egy kicsit a vallásról is fogok beszélni, ami a lelkünk, a szellemünknek az egyik iránymutatója, a lelki ismeretünk iránymutatójáról. Titkokról, igazságokról fogok szólni. Visszatérve a gyógyítás területére, nagyon sok ember úgy dönt, hogy az elismert orvostudományt azt feladja, és más gyógymódok felé orientálódik, kipróbál más gyógymódokat is, mert csalódnak ugye a mai orvostudományba. Ön is így látja ezt? Nem. A fiam is orvos. Nagyon sok orvos barátom van. Az orvostudományban nem kell csalódni, hiszen nagyon komolyan kiképzett szakemberek. A világ technikájának első vonalát alkalmazzák, amit mérnökök, tudósok adnak a kezük közé. Csodákra képesek. Egy levágott kart vissza tudnak várni, és 2 hét múlva működik a kar. Életeket mentenek. Erre vannak kiképezve. Erre találták ki az orvostudomány egyetemeket. Életmentők. A probléma nem itt van. A probléma ott van, hogy a betegek több mint 80%-a nem akut beteg, hanem olyan beteg, amiről krónikát lehet írni, ezért úgy mondják krónikus betegek. És ennek nem az orvos az oka, hanem maga a beteg. Mert nem tudja, hogy az a fekhely, ahol fekszik, ha rossz helyen van, gyulladások fogják gyötörni. Helytelenül táplálkoznak az emberek. Rossz gondolkodási sémákat használnak. Érzelmeik, gondolataik, kapcsolataik is megbetegítik, de ezért nem az orvos a felelős. Rossz beidegződések, rossz példák, rossz sémák. Ezekre igyekszek rávilágítani, és ha merünk változtatni, ha merünk megújulni,
annak a következménye a változás, a megújulás, az egészség lehet. A nézők most a beszélgetésünk alkalmával megismerik Önt, de hogyan kerülhetnek Önnel kapcsolatba, hogyha szeretnék ezt az utat járni? Nagyon sok tanítványom van a világban, több mint 40 ezer tanítványom, és közülük is van néhány jeles, aki a rendelőmben, a Tábornok utca 11 per A alatt, a 14. kerületben megtalálják a gyógyító rendszeremnek a képviselőit. Ragyogó csontkovácsok, bioenergetikusok, talpmasszőrök, olyan emberek, akik energetikával foglalkoznak, olyan emberek, akik a kapcsolatainkkal, a lelkünkkel, sorselemzők, és ma már van egy komputerem, amellyel be tudjuk mérni az emberek érzelmeit, gondolatait, lelkiségét, alkatát, meg lehet mutatni, hogy mik az előnyös oldala is egy embernek, és melyek azok a tulajdonságai, amelyek bizony sokszor még meg is betegíthetik. A gyógyító rendszeremet nem csak Budapesten képviseljük, hanem vannak városok, ahol nagyon jó képességű, jól képzett tanítványaim dolgoznak, akik 10-15 éve ebben a szellemben működnek. Ilyet találhatunk itt a Szódon, a Adidas és a Nike bolt mögött van egy gyönyörű harmónia központ, találunk egy ilyen központot 60-ban, találunk ilyen központot Szegeden, Győrbe, az ország több pontján. Említsük meg a legutóbb megjelent könyvét. Miről szól ez a könyv, és kiknek ajánlja? A legutóbb megjelent könyvemnek a címe a legnagyobb titok, az igazság. Sok hazugságot meghallgatunk, de az igazságról nagyon keveset tudnak az emberek. Művészeteket, építészetet, irodalmat, történelmet, vallásfilozófiát kutattam. Európa is világszerte. Kerestem a magyar nyomokat, és meg is találtam. Ebben a könyvben ezekről a témákról szólok, és a szellemvilágról. Hiszen az egész világ misztikus hátterét a szellemek irányítják. Régi időkben, Egyiptomban, a francia királyok, a magyar Árpádházi királyok idején valamennyi királyunk és az ő főpapjaik folyamatos kapcsolatban voltak a szellemvilággal. Ők azt tették, amit a szellemvilág üzent, és az emberek várták ezeket az üzeneteket. A legcsodálatosabb ünnepünk a karácsony, amikor Jézus Urunk született december 21-e este 7 óra. De van egy másik gyönyörűség is, amikor a halottak szellemei lehetőséget kapnak minden évben, hogy egy nap a mennyekből lejöjjenek a földre. És akik szeretnének velük kapcsolatba kerülni, azokkal lélekben, szellemben elbeszélgethessenek. Gyönyörű ez a nap. Amikor meghal valaki, az egy kicsit hasonlít ahhoz, mint amikor a börtönből szabadul valaki, és a börtönben a társai mondják, hogy ne menj el, maradj itt velünk, kivel fogunk kártyázni, kivel fogunk beszélgetni. Sajnálják a megszabadulót. Van, aki meg is siratja, amikor elmegy a börtönből egy cellatársa. Amikor meghal valaki, és a szelleme visszakerül a túlvilágra. A magyar nyelv ezt úgy mondja, megboldogult. Egy jobb létre szenderült, túlvilágra költözött. Valahol ez egy ünnep. Megszabadult valamitől ez az ember. A testfogságától, a testrapságától. Egy olyan világból, ahol eltöltött egy időt. Onnan jöttünk, itt vagyunk, és oda megyünk vissza. Amikor innen elmegy egy utazó, itt siratjuk. De akik fönt várják, azok örülnek neki. És amikor onnan leszületik valaki, ott siratják egy kicsit, és itt örülünk. Ez egy örök körforgás. Minden szentekkor gyertyát gyújtunk. Régi szokás. Jóval a katolicizmus előtti szokás. A tűz misztériuma. Az Isten megidézése. A szellemi erőknek kapunyitás. Az asztrál világban lévő rossz szellemek eltávolítása. Kaput nyitunk a szellemeinknek. Vagy azzal, hogy a temetőben gyújtunk gyertyát, vagy azzal, hogy az otthonunkba.
és a szellemek szabadon lejöhetnek hozzánk. Ennek a napja, ez a jeles nap. András, még nagyon sokáig tudnánk Önt hallgatni, viszont ezt most nem tehetjük meg, mert következik az előadás. Azonban áruljuk el a nézőknek, hogy hamarosan lesz még egy előadása Önnek, november hónapban, hol és mikor. November 15-én Gödöllőn lesz egy előadásunk, egész pontosan ott a Művészetek házában. Szeretettel várom oda azokat, akik szeretnének velem személyesen találkozni, akik egy kicsikét többet szeretnének tudni az igazságról, és arról a nagy titokról, hogy mi a kapcsolat a mai legmodernebb technika, a kvantumfizika és a szellemvilág között. Hiszen amit ma tud egy kamera, egy fényképezőgép, egy telefon, egy laptop, ez már nem fizika, hanem kvantumfizika. És mindazt az ismeretet, amelyekkel ezeket előállították, azt a szellemvilágtól kapta a tudomány. Nobel-díjas professzorok írják le ezeket a gondolatokat, hogy a NASA legnagyobb kutatói, tudósai mind médiumok voltak. Maga Szentgyörgyi Albert is úgy fogalmaz, hogy olykor-olykor el kell hallgatnunk, hogy meghalljuk a szellemvilág sugallatait, üzeneteit, és a tudós társadalom nyelvére le tudjuk fordítani. Ez év májusától nyár végéig tartott a Bagoly Római Katolikus templom felújítása. A templomot Grassalkovics Antal végrendelete szerint a 18. század második felében építették barokk stílusban. A ma álló templom tornya a II. Világháború alatt megsérült, hagymai dómus isakját egyszerű, lapos sátortetővel pótolták, majd a 60-as években Balázs István ácsmester tervei alapján és kivitelezésében újjáépítették. Legutóbb a 60-as években végeztek rajta nagyobb felújításokat, így már igencsak renoválásra szorult az épület. A jelenlegi újjáépítéskor az eredeti, háború előtti állapotot kívánták visszaállítani. Sok-sok feladat volt a torony tetőzetének, illetve burkolatának teljes felújítása volt szükséges, a kereszt aranyozása is, ezért az egész templomot a torony tetejéig, a kereszt tetejéig fel kellett állványozni, és hát magát a tornyot, illetve az első homlokzatot kellett felújítani. Anyagi forrás hiányában nem mindent sikerült megvalósítani. Így a napokban újabb pályázatot ad be a plébánia, melyet az aszódi líder közösség írt ki. Ennek segítségével többek között már a teljes, oldalsó homlokzatot is fel lehetne újítani, illetve a műemlék képét romboló gázkémény átépítése is megvalósulhatna. A renoválás akár már jövő tavasszal folytatódhat. Hát amit terveztünk, az még közel sem valósult meg, hiszen az egész templom külső felújítását szeretnénk elérni, de a jelenleg rendelkezésre álló összegből ezt tudtuk megtenni. Egy kicsit többet is talán, mert az ablakok felújítása nem volt benne az eredeti tervben, de azok is, hála a Jóistennek és a hívek adományainak, ez elkészült ez is. 5 millió forintot kaptunk az igazságügyi minisztériumtól, és ezen gondolkodtunk, hogyan és miképpen tudjuk ezt felhasználni kellőképpen, és hát ehhez kellett hozzátenni a hívek adományaiból és az előző plébános Tóth Ferenc atya összegyűjtött pénzéből tudtuk megcsinálni. 16 millió forintba került szűken a felújítás, és még persze kis apró dolgok, kis nem is olyan aprók azért, de a maga templom ablaka és a kereszt aranyozása is a hívek plusz adományából történt. Ami nagyon szükséges lenne, az a templom tetőjének a kicserélése. Egyrészt a palatfedés az már elkopott, és nagyon szükséges, hogy kicseréljük, és egy kicsit talán jobb minőségű cserépre szeretnénk kicserélni, illetve a körbe a homlokzatot is szeretnénk
rendbe tenni, hiszen főleg most, ahogy a munkálatok is folytak, a régészek is kutattak a falon, úgyhogy meglátszik rajta a nyom, illetve korábban már hogy a villanyhálózat felújításakor is egy kicsit megsérültek, és ezt rendbe szeretnénk tenni, és majd persze természetesen szeretnénk a környezetét is egy kicsit átalakítani, hogy méltóbb legyen a templomhoz. A külső felújításon túl tervben van a templom belső alakítása is. Berendezése is változott az elmúlt évtizedekben az eredetihez képest, hiszen a régi barokk stílusú padok és szószékek helyett újak épültek. A belsőre nyilván csak akkor kerülhet sor, hogyha már a külső teljesen sikerült rendbe tenni. Természetesen, amikor lesz rá lehetőségünk és elegendő pénzünk, akkor a belső felújítást is szeretnénk elérni. Természetesen, mivel a templom barokkori templom Grassalkovics építette, ezért természetesen, amikor majd oda sor kerül, akkor azt szeretnénk, hogy az eredeti fényében tündököljön. A templomot Szent András tiszteletére szentelték fel, és november végén tartják a búcsúját. November 30-án van Szent András apostol ünnepe, és a hozzá közelebb eső vasárnap, általában mindig advent első vasárnapjára esik, az idén december 2-án lesz. Veres András szombathelyi püspökatyát hívtuk meg erre az ünnepre, és hát remélhetőleg örömben és kegyelemben gazdag lesz ez az ünnep. Püspökatyát már a szemináriumból ismerem, és ezért is esett rá a választás. Egyrészt ő is András, másrészt a templom is András, így kettős ünnepet ülhetünk. A hívek a búcsút megelőzően hozzájárulhatnak a templom rendbetételéhez. Ilyenkor nagy takarítást végeznek, és virágokkal díszítik, hogy azt méltóvá tegyék az ünnepre. December 2-án szeretettel várják nem csak Bagról, hanem a környező településekről érkezőket is a templom búcsújára. A Szodai Margita idősek otthona 1952-ben nyitotta meg kapuit, azzal a nem titkolt céllal, hogy lakóinak életkörülményeit javítsa. Mióta tetszik itt lakni az otthonba? 2012. január óta. És hogy érzi itt magát? Köszönöm szépen. Jól. Beilleszkedtem, már régóta vagyok szociális otthon lakó. Úgyhogy munkám is van, elfoglalom magam. Hogy érzi itt magát? Én isten ilyen. Mindenkivel jóba vagyok, szeretem őket. Nagyon jó. Ahogyan a többi megyei fenntartású intézmény, a Szadai Idősek Otthona is állami fenntartásba került január 1-től. Az intézmény élére egy új vezető került, a Viktor Speciális Otthon igazgatónőjét bíztuk meg ezen feladatok ellátásával, hiszen szükséges volt egy gyakorlott tapasztalt vezetői irányítás. Az intézményünknek 65 lakója van, de minden napjaink természetesen nyugodtan telnek, lakóink megkapnak minden ellátást, melyet az ellátási megállapodásban rögzítettünk, orvosi ellátást, foglalkoztatást és teljes körű ellátást, amiben értem, hogy étkezés tartozik bele, foglalkoztatás speciális jellegű, ebbe tartozik a gyógytorna. A szükséges ellátásokon kívül azonban most egy nem mindennapi programmal kedveskedtek a lakóknak,
az intézmény vezetői. Megrendezték ugyanis az első szüreti mulatságot az otthonban. Tánc, zene és jókedv jellemezte a nyugdíjasok programját. Most kezdődik a tánc. Az igazgatónőt arról kérdeztük, hogyan jött a szüreti mulatság ötlete. A Viktor Speciális Otthont vezetem, és ott már évek óta hagyományos rendezvényünk a szüreti mulatság, ahová meghívtuk a Margita Idősek Otthona pár lakóját, nagyon megtetszett nekik, kérték, hogy mindenképp itt is szervezzünk egy szüreti mulatságot, és hát elkezdtük kollégáimmal együtt szervezni. Az intézmény dolgozói örömmel segítettek a szervezésben. A többnapos előkészületekből mindenki kivette a részét. Takarítottuk az udvart, szépítettük a portánkat, hogy a vendégeink lássák, hogy ebben mindenki kezenyoma benne van. Együtt díszítettük, fújtuk a lufikat, együtt gyűjtöttük az ágakat, illetve a leveleket, az őszi színek megjelennek itt a tornácon, ahol díszítettünk. A dolgozóink meglepetésként a lakóknak népviseleti ruhába öltöztek, ezzel próbáltak kedveskedni nekünk. A rendezvényen fellépett Csepregi Éva művésznő is. Az az igazság, hogy én Sződligeten már egy hazajáró vendég vagyok, mert oda már évek óta járok hasonló ügyben, amikor ünnepségek vannak, és akkor szórakoztatom az ott lakókat. És akkor így jött az ötlet, hogy ők ott voltak Sződligeten, innen az intézetből néhány itt lakó is, hogy lesz náluk is egy ilyen, és hogy jöjjek el. És akkor eljöttem. A művésznő azt is elárulta, miért vállalta örömmel a felkérést. Van egy alapítványom, egy fogyatékos emberekkel foglalkozó alapítvány, most már 17 éve én vagyok az elnöke, és bizony elég szoros a kapcsolata az intézetekkel. Tehát vannak saját rendezvényeink is, és hát nagyon figyelemmel kísérjük, hogy mi folyik például a Sződligeti intézetben. Az otthon lakóinak bizonyára örök emlék marad ez a délután. Megsirattam, olyan jó volt, szép volt, gyönyörű volt. Én nagyon szeretek ilyeneket. És a művésznőt tetszik ismerni? Igen, a Csepregi Évikét. Úgy megörültem, mikor meghallottam a nevét, hogy jön. Táncoltunk sokat. Jól éreztem magamat. Lehetne gyakrabban ilyen alkalom? Lehetne. Önök a Porta 61. adását látták. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Járjanak nyitott szemmel, és ha valami érdekeset látnak, hallanak, tapasztalnak, írják meg nekünk. Kérdéseiket, kéréseiket, ötleteiket és véleményüket a porta@regioplustv.hu e-mail címre várjuk. Várjuk Önöket új témákkal a jövő héten is. Viszontlátásra!